Zsúfolt nézőterek, kiváló technikai műszaki feltételek. Az idei poszt a gálához érkezett eredményhirdetés szombaton. Könyv jelent meg Lantos Ferenc állandó kiállításának anyagából. Szülői értekezlettel egybekötött jutalomversenyt tartott a PSN ZRT atlétikai szakosztálya. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, június 12-én pénteken, tartsanak velünk! A 15. Pécsi Országos Színházi Találkozó lassan véget ér. Már csak a gála van hátra szombaton az eredményhirdetéssel. A június 4-én kezdődött Színházművészeti Seregszemle versenyelőadásain zsúfolt volt a nézőtér. A versenyprogramba beválogatott előadásokat és a meghirdetett off-programokat megtartották, minden feltétel adott volt a fesztivál ünnepi hangulatához. Egy versenyprogram, a Brand, amelyet kétszer játszottak volna, az egyik előadása elmaradt Törőcsik Mária betegsége miatt. A versenyprogramok közé nem csak magyarországi, de határon túli előadások is kerültek. Idén beválogattak olyan társulatokat is, melyek először mérettették meg magukat a Színházi Szakma Fesztiválján. A technikai műszaki feltételek is adottak voltak. Van a fesztiválnak egy elég szoros költségvetése, nyilván ezen belül kell gazdálkodnunk, ebből kell kihoznunk ezeket a rendezvényeket. Ez idén 235 darab program volt, ami a műsorfüzetünkben található, illetve a honlapunkon. Valamennyi megvalósult és létrehoztuk. Én úgy gondolom, hogy akik részt vettek az előadásokon, és elég sokan voltak szerencsére, az időjárás is velünk volt, azok elégedetten távozhattak. Épülhet tovább a Horváth Színház, írja a Pécs ma. Mivel nem teljesített határidőre és a környező ingatlanokban is kárt okozott, az önkormányzat évelején felbontotta a szerződést a Horváth Színház kivitelezőjével. Az elszámolás hónapokig húzódott, de most kiírják a közbeszerzést a maradék, mintegy 110 milliós munka elvégzésére. Páva Zsolt polgármester gyors és precíz munkát akar. Komoly minőségi követelmények szerepelnek a kiírásban, amelyeket az új társaságnak tartania kell. Ezzel kapcsolatban pedig biztosítékokat vár a város. Abban bíznak, hogy legkésőbb térre befejezik a hátralévő feladatokat. Lantos Ferenc Kossuth díjas festőművész állandó kiállításának anyagát mutatja be egy most megjelent kötet. A könyvet Pincehelyi Sándor Munkácsi díjas pécsi képzőművész szerkesztette. Lantos Ferenc Pécsnek adományozott összes rajzát, nyomatát, kollázsát, olaj- és akril festményét öleli fel a kötet. Az ünnepélyes könyvemutató a művész állandó kiállításának helyszínén a Vasvári házban volt. Lantos Ferenc festőművész, grafikus és művészetpedagógus, iskola alapító, Pécs díszpolgára. Hosszantartó súlyos betegség után tavaly 85 éves korában hunyt el Balatonberényi otthonában. Életútja során csaknem 50 egyéni és 150 csoportos kiállításra mutatta be olaj- és akrélfestményeit, valamint grafikáit, köztéri alkotásait, elsősorban tűzománc falait. Legelőször Sanyi eljött hozzánk és kiválogatta a képeket. Azt mondta Feri, hogy ő a válogatásba se akar beleszólni, teljesen rábíz mindent Pincehelyi Sanyira, úgyhogy ő egyedül választotta ki az egész anyagot, és Feri utána azt mondta, hogy jó vágyom, ez így nagyon jó lesz. És a szerkesztésre vonatkozóan is, és most ennek a könyvnek, ennek az összefoglaló kiadványnak a megjelenésével kapcsolatban is mindent Pincehelyi Sándor egyedül csinált. A könyvet Pincehelyi Sándor munkácsdíjas pécsi képzőművész szerkesztette. Megtalálható benne az összes rajz, nyomat, kollázs, olaj és akrilfestmény, amelyet Lantos Ferenc Pécsnek adományozott. A művekből 2013. decemberében nyílt kiállítás a pécsi Vasvári házban. A kötetben található további 29 grafika, festmény a Janus Pannonius Múzeum modern magyar képtár tulajdonában lévő alkotásokból. Az állandó kiállítás megnyitásakor készült fotókból összeállítottunk egy 40 fotóból álló együttest, meg amiben nek ma már, ugye, hogy nincs köztünk Lantos Ferenc, már a dokumentum értéke is nagyon fontos, és azt hiszem, hogy 10 év múlva már még fontosabb lesz ennek a dokumentum értéke. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a kötet bemutatóján elmondta, a munka alkalmas arra, hogy Lantos Ferenc művei a kiállítóteremből kilépjenek, szélesebb rétegek ismerkedhessenek meg művészetével, módszereivel. Sokat köszönhet a pécsi közönség Lantos Ferenc örökségének, ezelőtt a
állandó kiállítás és tárlat előtt is szerelhetünk az új kötettel, amely lehetővé teszi, hogy aki ide látogat, és csak egy óra erejéig vagy fél óra erejéig tekint bele ebbe a hatalmas életműbe, az egy kis táskában elférő kötet erejéig haza tudja vinni ezt az emléket magával. Páva Zsolt Pécs polgármestere azt mondja, a Baranyai megye székhelynek kötelessége támogatni minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a festőművész munkásságának szélesebb körű megismertetéséhez, a kötet pedig éppen ezt a célt szolgálja. Családoknak szóló kiállítás, újdonságok, akciók, kedvezmények és értékes nyeremények várják idén is a családokat a Pécsi Mami Napon és Család Expón vasárnap. A tavalyi sikeres rendezvény után a szervezők új helyszínen, a Tudásközpontban várják a közel 50 kiállítót, akik nem csak termékeket, de szolgáltatásokat is bemutathatnak majd. A három részre osztott konferencia teremben ugyanis a gyakorlatban is kipróbálhatják a látogatók a különböző zenés és egyéb foglalkozásokat, terápiás kezeléseket ingyen. Vendégünk a stúdióban Gellén Nóra, a Pécsi Mami Egyesület elnöke. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Pécsi Mami Expo lesz június 14-én vasárnap, nem ez az első alkalom már. Milyen előadásokat, milyen látnivalókat, tudnivalókat hallhatnak itt a kismamák, anyukák, mire készüljünk magyarul? Tavaly rendeztük meg első alkalommal a Család Expót, és rögtön ki is nőttük azt a helyet, Pécs egyik legnagyobb éttermében voltunk. Illetve az is nagyon fontos volt, hogy akadálymentes legyen a helyszín, meleg időben lehetőleg légkondicionált, és itt találtunk a Tudásközpontra, tehát a programnak az egyik része a Tudásközpont folyosóin és konferenciatermében fog zajlani, a másik, amit a gyerekek talán még jobban fognak élvezni, pedig a Tudásközpont parkolójában. Háromféle programmal készülünk, kezdem akkor a parkolóval. Ötféle játékelemet hoztunk el a pécsi gyerekeknek, óriás csúszda, ugrálóvár, körhinta, kisvasút és minden, amit a gyerekek szeretnek, és ami nagyon fontos, hogy ezeknek a használata most díjmentes lesz azoknak, akik összegyűjtik azokat a pecséteket, amelyeket a kiállítóknál a hűs épületben lehet majd összegyűjteni. Milyen kiállítások lesznek, milyen kiállítók, nem is annyira a cégek nevére vagyok kíváncsi, inkább arra, hogy milyen területről érkeznek, miket kínálnak a szülőknek. Tehát Család Expo ugye az elnevezésünk, és így gyakorlatilag minden olyan téma képviselteti magát, amivel egy szülő kapcsolatba kerül, és nem csak cégek, intézmények is, tehát családsegítő szolgálattól kezdve a Csoda bölcsödéig kint lesznek intézmények is. Egyébként pedig az élet minden területéről egészség, szépség, oktatás, nyári táboroztatás, a családi pénzügyek, biztonság, tehát minden szóba kerül, ami érinthet egy szülőt, illetve a várandósokat, akár köldök, zsinórvér, levétel, szoptatás. Tehát minden szóba kerül, ami felmerülhet szülőként. Akkor elég széles a paletta. Egyébként mi a tapasztalat az első Pécsi Mami Expo kapcsán? Mire voltak a legnagyobb számban kíváncsiak a látogatók? Azt tudom mondani, hogy mi el tudtuk érni azt, hogy a kiállítók minden, vagy a látogatók minden kiállítóhoz eljussanak, és sláger dolgok nyilván új évszak esetén a gyerekruha, a gyerekcipő, de az a tapasztalatunk, hogy az oktatás is nagyon érdekli a családokat, tehát most a nyári táboroknak most biztos, hogy elsőbsége van, de az angol nyelv, a német nyelv, ami mindig ott van, és több ilyen témájú kiállítónk is lesz. Nagyon, tudom ajánlani például, hogy látogassanak el ahhoz a standhoz, ahol fotókat lehet készítetni ott a helyszínen, egy élményvár is képviselteti magát, be lehet öltözni, a fotókat haza lehet majd vinni, illetve el lehet majd kérni. R2D2-val is találkozhatnak a nézők, lehet, hogy egy kicsit nem is mond ez semmit, de nekünk szülőknek biztos a Csillagok háborújából, tehát próbáltunk egy igen színes programot összeállítani, és ami nagyon fontos, hogy a kiállítóknak arra is lehetőségük van, nem csak, hogy állnak egy asztalnál és mutatják a portékájukat, hiszen nagyon sokan szolgáltatók, hogy a konferencia teremben előadásokat is, illetve bemutató foglalkozásokat is láthatunk. Mondok egy párat, például Baba jelbeszéd bemutató. Igen, tehát amikor még nem tud a gyermek beszélni, itt azt lehet megtanulni egy 6 órás képzésen, hogy hogyan lehet vele már úgy kommunikálni jeleléssel gyakorlatilag. A Dúdolda foglalkozás, az Európa Kántát is bemutatkozik nálunk, muzsikás babus forgató a népzenét kedvelőknek, ahol mondjuk asztmás a gyermek, ott hallhatunk egy olyan előadást, ami az asztma alternatív kezelési lehetőségeiről szól, és csak halkan jegyzem meg, hogy lehet kérdezni az ML családi pótlékra való jogosultságnak a feltételeiről is a doktorolt, aki előfogadni. És ami egy sláger téma, azt gondolom most, mert július 1-től az új szocpolt felváltja egy új kedvezmény, a család
közösségi otthonteremtési kedvezmény. Nagyon sokat épít ezzel kapcsolatban, én magam is számos olyan levelet kapok, hogy jaj, én nem kaphatom, mert... Mondjuk példákat, kezdjük rögtön a példákkal. Például miket kérdeztek? Nekem csak egy gyerekem van, nekünk nem jár. És? Ez is egy új változás, hogy most már az egygyerekesek is igényelhetik majd ezt a támogatást. Nagyon sokáig csak, egész idáig csak új lakás építésére lehetett ezt igénybe venni. Most már a használt lakás, illetve a meglévő lakás bővítése is szóba kerülhet. Hogyha valaki nem él házasságban, vagy netán egyedülállóként nevel gyermeket, sokan azt gondolják, hogy akkor ők kiesnek ebből a körből, rájuk is vonatkozik ez. Nem én vagyok ennek a témának a szakértője, úgyhogy akinek most felcsillant a szem, hogy hát ha rá is vonatkozik ez az új támogatási lehetőség, azt 17:30 nagyon sok szeretettel várjuk a konferenciaterembe egy rövid, de nagyon gyakorlatias előadással. Azért mondjuk el, hogy mettől meddig tart ez a nap, mikortól fogadják az első vendégeket, és hát mikor zárnak a kapuk? Jó, tehát vasárnapról van szó, ez meg a kánikulának az utolsó napja, hogyha jól tudom. Tehát 13 órától délután 1 órától este 7 óráig lehet hozzánk jönni. És ami nagyon fontos, hogy mi készülünk a melegre, tehát ha valaki strand és családexpo között gondolkodik, akkor érdemes arra is gondolnia, hogy nálunk lesz folyamatosan permetkapu, lesz finom fagyi, lesz rengeteg napernyő, tehát én azt gondolom, egy nagyon példás összefogás volt itt a városban, mert amikor meghallottam én, mint főszervező, hogy itt milyen időjárás várható, elkezdtem rögtön kilincselni és keresni a lehetőségeket, a Tettyeforrásház rögtön permetkaput ajánlott föl, egy másik helyi cég rengeteg napernyőt, tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy példás összefogás, mentő is fog kint állni a nagy melege tekintettel, ott is kaptunk kedvezmény támogatást, tehát én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen családi rendezvény mellé állnak a pécsi intézmények és cégek. Akkor mondhatni a környezethez, vagy a viszonyokhoz képest egy kellemes környezetben. Így van. Sok hasznos tudnivalóval, érdekességekkel várják a családokat, anyukákat, apukákat, kisgyerekeket. Így van. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Szülői értekezlettel egybekötött évzáró versenyt tartott a PSN ZRT atlétikai szakosztálya. A gyerekek sikeres szezonon vannak túl. Legutóbb a diákolimpiai országos döntőn egy összetett arany, egy váltó második, egy egyéni harmadik és két negyedik helyet szereztek a pécsi fiatal atléták. 60 és 600 méteres síkfutásban mérték össze erejüket az évzáró versenyen a PSN ZRT atlétái. Legutóbb az országos diákolimpiai döntőn, 5 próbában Otterbein Laura nyert, a 4x100-as váltó második lett, Skriván Bíbor 60 méteren harmadik, valamint Szemes Máté és Otterbein Laura negyedik lett 100 méteres síkfutásban. Nagyon jól sikerültek, a legbüszkébb az utolsó versenyemre vagyok most idén, a diákolimpiai összetett bajnokságra, ott bajnok lettem. Nagyon boldog vagyok, mert 5 számból 4 egyénit csináltam, szóval most nyáron nincs már több versenyem vissza, mert a nyaralások ugye most közben jöttek meg, Vikinével megbeszéltük, hogy ezután most lesz egy nyáram, ami szabad, úgyhogy örülök. A diákolimpiai döntő méltó befejezése volt egy sikeres szezonnak. Elkezdtünk egy munkát, kaptunk lehetőséget, hogy tovább vigyük a gyerekeket. A kárpát-jéni kolléganőm az ugrószakágat, én pedig a vágta gátfutást választottam, és azt gondolom, hogy a céltudatos erre való készülésnek az eredménye. Az évzáró versenyre a gyerekek szüleit is meghívták. A szakosztály edzői tájékoztatták őket a nyári táborok menetéről, a szünidei edzések rendjéről, és elmondták az őszi alapozással kapcsolatos tudnivalókat is. Megtartották az ünnepélyes eredményhirdetést és díjátadót a 9. országos felsőoktatási véradóversenyen. A tavalyihoz hasonlóan idén is ezüstérmes lett a Pécsi Tudományegyetem a legnagyobb hazai egyetemek kategóriájában. A felsőoktatási véradóversenyt kategóriánként az az intézmény nyeri, amelyik a nappal is hallgatói létszámához képest arányaiban a legtöbb véradót mozgósítja a tanév során. A 2014-15-ös tanévre 36 hazai felsőoktatási intézmény nevezett, akik 3 kategóriában versenyeztek, 1000 fő alatti, 1000 és 10000 közötti, valamint 10000 feletti hallgatói létszáma rendelkező kategóriában. A PTE ez utóbbiban, tehát a legnagyobbak között szerepelt és végzett a második helyen.
Érdekesség, hogy a másik baranyai intézmény, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola egészen elképesztő módon a különböző véradó versenyeken a hallgatói létszámának közel 150%-át tudta megmozgatni, amellyel természetesen meg is nyerte az 1000 fő alatti kategóriát. A pmfc.hu tájékoztatása szerint Rapp Imre búcsúztatása június 16-án kedden lesz a paksi Fehérvári úti temetőben. A Pécsi Dózsa és a PMFC egykori kapus legendájának búcsúztatása 15 órakor kezdődik. Mint ahogy arról beszámoltunk, 77 éves korában hosszantartó betegség után elhunyt Rapp Imre minden idők egyik legnagyobb pécsi futballlegendája. Olimpiai ezüstérmes, valamint Európa-bajnoki negyedik helyezett csapattagja, egyszeres felnőtt válogatott. Páratlan pályafutása elismeréseként tavaly Pro Civitate kitüntetést kapott. A PMFC Matthias vezetősége, sportolói, valamint összes dolgozója megrendülten értesült a Rapp Imre halálhíréről, és ezúton is részvétét szeretné kifejezni a gyászoló családnak. Rapp Imre távozásával a pécsi futballcsalád egy kivételes, zseniális személlyel és korszakának egyik legkiválóbb hálóűrével lett szegényebb. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Zsúfolt nézőterek, kiváló technikai műszaki feltételek. Az idei Poszt a gálához érkezett eredményhirdetés szombaton. Könyv jelent meg Lantos Ferenc állandó kiállításának anyagából. Szülői értekezlettel egybekötött jutalomversenyt tartott a PSN ZRT atlétikai szakosztálya. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!